A külföldi versenyzőkkel együtt mintegy 150 kajakos szállt vízre az 50. Magyar Kanizsai Kajakregattán. Számos helyi klub képviseltette magát, de magyarországi, horvát és macedón versenyzők is vízre szálltak. Jelenleg a testvériség kajakklubban több mint 50 regisztrált versenyző van, a mini kajakosoktól kezdve a felnőtt korosztályig. Közülük többen a szerb válogatottat erősítik. Máma tartsuk meg Kanizsán a jubiláris 50. kajakregattát a kanizsai, magyar kanizsai strandnál, ahol folyamatban vannak a kajakversenyek, épp a 9. utamnál tart a verseny. Ez a magyar kanizsai kajakverseny, ez most 50. alkalommal van megszervezve, ugyanis 68-ban alakultak az egyesület, de viszont nem sokára utána elkezdődött a verseny szervezése, amik először hosszú távú versenyek voltak, és április hónapban voltak megtartva Kanizsán, majd a 90-es évek második felétől átléptéve augusztus második hétvégére, és 500 méteres olimpiai távon vannak megtartva a futamok. Most per pillanat a Magyar Kanizsai Brasszó Egyesület, Kajak Egyesület egy fölfelő ívelő eredményeket tud maga mögött, ugyanis most már a magasabb korosztályokban is, tehát a felnőtteknél is az első futamban a férfi kajakettesbe aranyérmet nyertünk, tehát a magasabb korosztályokban, az idősebb korosztályokban is tudunk komoly eredményeket elérni, és hát igyekszünk ezt megtartani az elkövetkező időszakban is, ezért is van az, hogy most folyamatban van a kajakklubnál egy kajakiskola, ahol sok fiatal gyerek van, és reméljük, hogy ezekből a gyerekekből lesz a jövő generációnak a sikeres, lesznek a jövő generációnak a sikeres kajakosai. Bízunk benne, hogy ma csapatversenyben is jó eredményt tudunk elérni. Az eddigi eredmények alapján dobogós helyre számítunk. Hát 50 évvel ezelőtt még maratont eveztünk, és a szezon kezdetén tavasszal. Nagyon érdekes versenyek voltak azok is, így indultunk mi ezzel a hagyományon, úgy mondjam. És most 50 évre rá, hát tömegességbe is, érdeklődésbe is, versenyzők jelenlétébe is körülbelül hasonló. Azzal, hogy akkor a nagyjaink is itt voltak még, Jubek, Matija, Janics Milán is elvedett azon a versenyen. Nekem emlékezetes fiatal voltam, hát azóta is imádjuk a Tiszát itt a kanizsaiak. Én a mai napig járok vízre, evezek, élvezem a természetet, a gyönyörű Tiszát. Nagyon örülünk, hogy ez a kajaksport milyen szépen tovább haladik Kanizsán, gyönyörű klubbal, sok gyerekkel, nagy az érdeklődés, úgyhogy le a kalappal a szervezők, gyönyörűen megtervezik ezeket a versenyeket, úgyhogy mindenkinek köszönjük, hogy ilyen szépen jelen is vannak. Novicsák, úgy tudom, Mitrovica, Knézsevác, Becse, Zenta, jöttek a klubok mindenfelől. A vasárnapi kajakregatta a Green Kayak Clubs Project többnapos szerbiai programsorozatának keretében valósult meg.